Ezt a részt pedig kezdjük el 3 Mózes Vaikra a 19. fejezetben, és nézzük meg a 19-es versen, mely így szól: az én rendeléseimet megtartsátok, barmodat másféle állattal ne párosítsd, szántóföldedbe kétféle magot ne vess, és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad. Láthatjuk azt, hogy semmiféle keveredésnek ő nem híve, az állatok összepárosításának, a szántóföldbe többféle magvetés, illetve a különböző szövetű ruhák ne legyenek az embere. A kétféle szövet az ugye kevert szálas anyagra utal, ahol össze vannak szőve a különböző anyagok. A kétféle mag, ez ugye kilaim, mely azt jelenti, hogy kétféle, két különböző vagy eltérő, és az alapszó jelentés, a szótő jelentése pedig az, hogy bezár, elzár, visszatart, eltilt, távol tart. Ez az, amiből a kétféle mag, kétféle különböző magra utaló szó létrejött, az pedig, hogy másféle, az kilaim, ez szintén két különböző, vagy eltérő, vagy kétféle. Ugyanezt megemlíti Debarim 5 Mózes 22.11-es fejezetben, ahol is azt írja, hogy ne öltözzél vegyes szövésű, azaz gyapjúból és lemből szőtt ruhába. Ismét csak a vegyes szövés, ugye arra utal, hogy kevert szálas anyagból ne készüljön, szatnez a szó héberül. Előtte megemlíti, hogy ne vessed a szőlődbe kétféle magot, a kétféle az kilaim, ugyanaz, ami az elő volt, hogy fertőzötté ne legyen az egész, a mag, amelyet elvetsz, és a szőlőnek termése. Azaz, hogyha többféle magot vet valaki a földjébe, akkor az fertőzötté válik. Ne szánts ökrön és szamáron együtt, azaz ne legyen felemás igában az állat. És ezek után teszi hozzá azt, hogy vegyes szövésű, gyapjúból lemből szőtt ruhába ne öltözzél. Azaz egyértelműen kiderül, hogy a keveredésnek ő nem híve, ezért is adja a tudtunkra különböző formákban, hogy mi is az, amire gondol. Azt mondani, hogy ezek már nem fontosak, vagy nem léteznek, az butaság, hiszen egyrészt sehol nincs leírva, hogy ezekre már nincs szükség, másrészt, ha akkor jó volt, akkor nem értem, hogy miért ne lenne hasznos most is. A ruházatot egyszerű megérteni szerintem, de ugyanígy az ökör és a szamár, ha együtt szánt, az egyik akaratlanul is erősebb, mint a másik, így nem lesz olyan a szántás maga, plusz az egyiknek többet kell, jobban kell dolgoznia. Ez az, amit példázni akar ezzel, hogy ne legyünk együtt olyan emberekkel, akik nem úgy gondolkodnak, hiszen valahogy ki kell egyenlítődnie a kettőnek. A szántás az egyik legjobb példa. Úgyis csak valamilyen hatékonysággal tud dolgozni a két állat, az azt jelenti, hogy az egyik jobban dolgozik, a másik kevésbé, és így megállapodnak egy ilyen átlagos eredményben. Viszont mi nem tudunk ebből engedni, hiszen ő tökéletességet akar, és minden más hozzáállásnak pedig végül is mindegy. Ezt akarja kifejezni ezzel. Azt nem tudom megmondani, hogy a szőlő mitől lesz fertőző, de ha ő így gondolta, akkor egyszerűen csak el kell fogadnunk, hogy ez így van. Viszont ha megnézzük a spirituális értelmét, akkor látjuk, hogy a mag, például ez a szó mag, ez ugye vetés vagy vetemény, ami fertőzött lesz, és a termés is az lesz. Átvitt értelemben származás, törzs vagy család, utód, leszármazott vagy sarj, ez a zera kifejezés, amely mindkét szótárban származás, törzs, család, vagy utód, vagy leszármazott. Szóval, ha nem is értjük a szó szerinti alkalmazását, illetve hogy miért van, megérthetjük azt, hogy mit jelent a spirituális értelme, hogyha ha a mag, ugye láthatjuk azt a Geséniusban, hogy mag a férfi, azaz tulajdonképpen a szaporodásra utal, hogyha a mag is és a termése is fertőzött lesz, hogyha keverednek a különböző
embercsoportok. Nem feltétlenül az embercsoportról, vagy az ember színről van szó, a gondolkodás módról, hiszen ő egy népről beszél, a nép népet egyesíti maga, Jahua, az ő instrukciói. Így egyesül ez a nép, hogyha különböző népek különböző instrukciókkal, hozzáállásokkal és hitrendszerekkel egyesülnek, akkor az egészet megfertőzi, hiszen mindenki hozza a sajátját. Ez Babilon vagy Bábel. Ezek után talán érthetőbb lesz az, amiről Ámos ír a 3. fejezetben. És most egy éles kanyarra térjünk vissza arra, amit elkezdtünk az elején, mégpedig azt, hogy kik is a valójában a testvéreik. Ámos 3. fejezet 3. vers egyértelművé teszi azt, hogy nem mindenki az, akivel nekünk együtt kell járnunk. 3. fejezet így szól, vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? Természetesen nem. Hogyha valaki ezt az utat szeretné járni, olyan embereket kell gyűjteni a maga mellé, akik hasonlóképpen gondolkoznak, mint ő, és legfőképpen mindenki nyitott arra, hogy esetleg rosszul tudja a dolgokat, rossz úton jár, és hajlandó változtatni. De különböző nézetű embereket összegyűjteni csak azért, mert mindenki ugyanazt a nevet, könyvet, történeteket használja, az egy rossz ötlet, hiszen a legnagyobb probléma az, hogy látjuk, hogy nekünk a Tora szerint kellene élnünk természetesen a másiába vetett hit által és szeretettel, de ez nem változtat a lényeg, hogy meg kell ismernünk Elohim szavát, ami a Tora, és azt szerint kell élnünk. Mindenki más, aki kompromisszumokat köt ezzel, tulajdonképpen elfele visz minket attól a végeredménytől, amit el szeretnénk érni, amit itt láttunk az imént. Úgyhogy meg kell fontolni azt, hogy ki az, aki valójában a mi testvérünk, és ki az, akit mi szeretnénk, hogy az legyen. Hogyan kell járnunk? Egy Jehukanon, 2. fejezetben megtudjuk. 6. vers, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Atyám fiai, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amelyek előttetek volt a kezdettől fogva. A régi parancsolat az ige, melyet hallottatok a kezdettől fogva. Hogy lehetne még logosz, ugyanaz a logosz, amiről beszélt Jehukanon 14-es fejezetben, mikor azt mondta, hogy tartsd meg a beszédemet, és ez a beszéd nem az enyém, hanem az atyától jön. Ugyanaz a kifejezés van itt, logosz, beszéd, szó, parancs, vagy parancsolat. Írásmű, ige. Szóval ez az út, kijelölte az utat, úgy kell élnünk, ahogyan ő élt. Egyébként sokkal részletesebben leírja, ugye itt ebben a levélben, elmondja, hogy ő az engesztelő áldozat a mi vétkeinket, ugyanúgy, ahogy láthattuk apostolok cselekedetek 2. fejezetében, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Arról tudjuk, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki azt mondja, ismerem őt, és a parancsolatait nem tartja, meg hazug az, és nincs meg abban az igazság. Tudjuk, hogy az ő parancsolatai az atyától jöttek, hiszen elmondta ott, elmondja itt, elmondja folyamatosan, hogy ez a régi parancsolat számunkra megvan, hogy milyen úton kellene járnunk. Az, amikor Ámos azt mondja, hogy akkor járjon együtt kettő, ha megegyeznek, erre utal. Ha valaki nem így akar járni, azzal nekünk nem érdemes komolyan foglalkoznunk, vagy egy úton járnunk, hiszen nekik mindegy, hogy járják azt az utat, amit akarnak. A keskeny út az ez. Mindenki másnak teljesen mindegy igazából, hogy melyik úton halad, hogyha nem e szerint él. Nem azt mondom, hogy mondjuk le emberekről, vagy ítéljük meg őket, vagy nézzük le őket. Arról van szó, hogyha nem nyitottak erre, akkor vesztegetjük az időnket, sőt, idővel el fogunk térni erről az útról. Mert kisebb az esély, hogy ők rátérnek majd erre az útra, mint az, hogy az ember idővel szépen csak enged, és azt mondja, hogy jó, akkor ez se pont. Nézzük, mit ír Saul az apostol a 2. korintusiakhoz írt levelének 6. fejezetében. 13-as versben így ír. Viszonzásul, mint gyermekeimnek szólok, tárjátok ki ti is szíveteket. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi szövetsége van az igazságnak és a hamisságnak, mi közössége a világosságnak a sötétséggel. Mi egyessége másiáknak Béliállal, vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez, vagy mi egyezése Elohim templomának báványunkkal.
Azt hiszem ő is egyértelművé teszi ugyanazt a gondolatmenetet, amit láthattunk a Torában, Ámosnál, illetve most a Brit Hanasában, a megújult szövetségben, hogy a keveredés az, hogy mindenki járja ezt az utat, és mindenki külön állomásnál tart, ő is hisz, ez is hisz, amaz is hisz, mindenki csak jöjjünk össze, mert ugyanazt az Istent imádjuk, ezek nem működnek ezek a dolgok. És a probléma, amint mondtam, az, hogy senki másnak nincs veszteni valója, csak annak, aki azt mondja, hogy a Tora teljessége az egyedüli út az atyához. Természetesen az igazolás a másiák áldozatán keresztül jön, azonban utána annak a bizonyítéka a Tora szerinti élet. Mindenki, aki nem ezt hirdeti, annak gyakorlatilag mindegy. Így nekik nincs veszteni valójuk. Saul ezt szeretné elkerülni, hogy ez a keveredés kialakuljon. Ezért mondja, hogy a hitetlenekkel, hitetlen a pisztos, az, aki nem hisz, nem bízik, bizalmatlan, nem hívő vagy, hitetlen. Hűtlen vagy álnok. Ugye ez a szó jelentés az a fosztóképző, illetve a pisztos, amiről már volt szó korábban, igen, sokszor, mikor a hitről van szó, vagy a hívőről van szó, ahogy higgyetek a másiákban, ez a szó pisztos, mely azt jelenti, hogy valaki bízik, bizakodik, hisz. Szóval, aki nem hisz, arra semmi szükség. A fele másiga pedig visszautal egy az egyben arra a szó szerinti értelmezésre, mikor is arról volt szó, hogy a szamár és az ökör ne legyen egy igában. És láthatjuk azt, hogy a szó szerinti értelmezés, a gyakorlati értelmezés egy spirituális vonulatba megy át. Ez volt az Atya akarata, nem csak ezzel, mindennel, amit teremtett ezen a Földön, hogy emlékeztessen minket az útra, és így végezetül ő rá, hogy minden az szolgálja, és figyelmeztessen, hogy mi az az út, amit járnunk kell, ahhoz, hogy a végén eljuthassunk hozzá. És amit mondtam, hogy azoknak, akik nem az utat járják, vagy csak részben azoknak nincs veszteni valója. Ezt fejezi ki Saul a következő kérdésben, amikor azt mondja, hogy mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak. A szövetség kifejezés az metoké, részesülés, vagy közösség, és a meteko részesedik, részesül, él valamivel szóból származik. Szóval ugye a mete azt jelenti, hogy valami között, valamik között, valamiben, benne, és semmiféle közössége nincs azoknak, akik járnak a Torában, az igazságban, igazság, jogosság, igazságosság, megigazulás, és ugye a dikaios szóból ered ez a kifejezés, és bibliai értelemben, ugye az írások szerint igaz, Elohim jogrendjéhez igazodó, megigazult. Ennek az embernek semmi köze nincs azzal, aki anómia, azaz törvénytelenség, törvénysértés, törvényszegésben él, egy törvény nélküli állapotban él. A nomos törvénytelen, törvényszegő. Az, aki nincs alárendelve a mózesi törvénynek, törvényen kívüli, nem jahudim vagy pogány. Szóval sokkal tovább megy, mint hogy annyit jelentsen, hogy igaz vagy hamis, amit mi gondolunk a szótár szerint. Ez a törvényes élet, a Tora szerint életet hasonlítja össze az a nélküli élettel. Ugyanúgy, ahogy a világosság az igazság, és a sötétség ez a tudatlanság, vagy ez a bűnben való élet. Árny, árnyék, szkia szóból ered. Az a sötét, aki nem a Tora szerint igyekszik élni. Miköze ugye másiáknak Béliállal, másiák képviseli magát a Torát, hiszen ő volt a szó megjelent testben. Nyilván ő az igazság, ő a világosság, és ő maga a törvény. Béliáll ennek az ellentéte. És a végén hozzáteszi, hogy mi köze van a hívőnek a hitetlenhez. Hívő ugye pisztos, már megvizsgáltuk, a hitetlen pedig a pisztos, annak az ellenkezője.
Azaz azt is észre lehet venni, hogy a hívő az, aki a Tora szerint él, a hitetlen az, aki a bűnben él. Mi egyezése van Elohim templomának, a másiáknak, a világosságnak, az igazságnak, a báványokkal, a hitetlenekkel, Béliállal, a sötétséggel vagy a hamissággal? Szóval sokkal többet jelent az, hogy kivel tartjuk a kapcsolatot, illetve kivel gyülekezünk idézőbe, mint pusztán az, hogy ki az, akivel beszélgetünk néhány szót. Hiszen a spirituális élet, a gondolatok, a hitrendszerek, a vélemények, a különböző hozzáállások beszivárognak az ember tudatába. Ha valaki eljutott az igazsághoz, és érti azt, hogy mi az, amit tennünk kell, onnantól kezdve fölösleges más irányba kérdezősködnie, vagy tudakozódni. Ez az út, ez a keskeny út. Egyszerű, ki van jelölve a Tora által, a Tanákban le van írva, a másiák bemutatta, ezt kell járnia. Mindenki, aki nem így él, az csak nehezíti, illetve a hosszú távon pedig akár lehetetlenné is fogja tenni azt, hogy mi járjuk ezt az utat, és ez veszélyes, hiszen elterel minket erről az útról. Mert ti az élő Elohimnek temploma vagytok, amint Elohim mondotta, lakozom bennük, és közöttük járok, leszek nékik hatalmasságuk, és ők én népem lesznek. Azaz, hogyha így élünk, akkor ő bennünk fog lakni a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem által, és tovább vezet ezen az úton. Szóval még igazabb, még világosabb lesz az ember, és tudja mutatni az utat, és akkor lehet az ember a föld sója, a világosság, az a gyertya, az a város, ami a hegyen épült. Hogyha engedi ezt, így egyre inkább igazodik az út közepe felé. Hogyha engedjük, hogy bennünk lakjon, akkor annak ez lesz az eredménye. Úgy lesz ő a mi hatalmasságunk, hiszen a Tora az ő bélyege az embereken. A Szent Szellem az, és az vezet minket a Tora szerinti életmódra. Az összes többi ember az nem ezen az úton jár, ő nem a hatalmasságuk nekik, az Elohimük vagy az Istenük, és azok nem a népe. Ők lehet, hogy mondják, használják a szavakat, bizonyos részét betartják, ettől függetlenül még nem az övé, hiszen nem értik meg, hogy ez teljességet kíván. 17. Annak okáért menjetek ki közülük, azaz hagyjátok el őket, szakadjatok el. Elszakadni annyit tesz aforizzo, elhatárol, elkülönít, megkülönböztet, kirekeszt. Elkülönít, kijelöl vagy kiválaszt. Azaz ugyanúgy, mint ahogy mikor arról beszél, hogy legyetek szentek idézőjelben, vagy Kodesh, vagy Hagion, akkor ugyanerre gondol, hogy legyen más, élj másképpen, viselkedj másképpen, öltöz, egyél, ünnepelj, beszélj, viszonyulj a többi emberhez másképpen, így lehetsz majd te az én népem, én a te Elohimed, és mutathatod az utat a többieknek. Nem úgy, hogy beengeded őket, mindenkit, válogatás nélkül, mert akkor az egész fel fog hígulni, és akkor langy meleg leszel, és az pedig nem fog működni. Ezt mondja Jahua, és tisztátalan ne illessetek, még mindig tisztátalanról beszél. Ez a kathartos, szennyes, tisztátalan vagy feslett. Ugye az A az egy fosztóképző a görögben, míg a kathairo az tisztogat, megtisztít, megmetsz, vagy nyes. Úgyhogy ha megnézzük azt, hogy szó szerint mit jelent, ugye a tisztátalan az állat, a különböző emberi állapotok, különböző viselkedésformák, spirituális nézetek, hitrendszerek, ezek mind-mind tisztátalan dolgok. Egyrészt erről van szó. A másik, amit mond viszont, ha megnézzük ezt a szót, hogy kathairo, akkor látjuk, hogy megmetsz vagy nyes. Hogyha az A fosztóképzőt hozzátesszük, akkor metszetlen vagy nyesetlen. Ha ezt ide behelyettesítjük, akkor látjuk azt, hogy az az ember, akiről beszél, az nem nincs teljes mértékben átalakítva ahhoz a szőlőtőhöz, ami a másiák. Nincs megmetszve, megnyesve, az még mindig egy ilyen világi életformát tükröz. Úgyhogy ezzel nem érdemes egybe fonódni. Ebből a megmetsz vagy nyes, ugye, amitől elveszük a fosztóképzőt, egyel tovább tudunk haladni, és akkor látjuk a katharos
kifejezést, ami tisztát jelent, vagy mocsoktalan, érintetlent elsősorban. Azonban, ha lemegyünk a négyes pontra, akkor látjuk, hogy vegyítetlen, azaz nincs benne keveredés, amiről eddig is szó, hamisítatlan, valódi, tiszta eredetű. A másiák az a szőlőtő, ő az az alapkő, ő az, akiből mindenkinek ki kellene származnia, így ő vegyítetlen. Sőt, ha tovább megyünk, hibátlan, bűntelen, ártatlan. Azaz ismét visszautal a Torára, hiszen az mutatja meg, hogy ki a bűntelen vagy az ártatlan. Őszinte, romlatlan, vagy pedig becsületes. Ha valaki ezek után azt gondolja, hogy mikor azt mondja, hogy és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek nektek atyátok, és ti lesznek fiaimá és lányaimá, azt mondja a mindenható Jahua. Ha valaki azt gondolja, hogy lehet bármit enni, meg inni, meg öltözködni, meg ünnepelni ezek után, akkor szerintem ahhoz nem érkezett el az üzenet még teljes mértékben. Rengeteget beszélnek ennek ellenére az emberek arról, hogy legalábbis nekem nagyon sokat írnak, hogy itt is a Szent Szellem, ott is a Szent Szellem, a hídgyülekezetében is mindenhol nagyon dolgozik a Szent Szellem. Az Atya jelen van, az Úr jelen van, Jézus jelen van. Ha jelen lenne, akkor nem úgy élnének az emberek, ahogy élnek. És ez az, amit meg fogunk nézni most egy Jahukanon 4-es fejezetből, hogy vajon mindenhol ugyanaz a Ruach HaKodesh van-e. Első vers, így kezdődik. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Elohimtől vannak-e, mert sok hamis proféta jött ki a világba. Szóval nézzük meg akkor, hogy mi is ez a lélek. Neuma, azaz Ruach, a héber kifejezés. Szél, fuvallat, lélegzet, lehelet, szellem, szellemi lény, kísértet. Persze a kísértet az egy modern kifejezés. Szóval a pneó, fúj, vagy fuvallat, lehelletből ered. Arra utal vissza, amikor Elohim az életnek lehelletét az emberbe lehelte, és az ember egy élő szellemmé vált, vagy lélekké, ugye így van írva. Ezek azok, amiknek nem lehet, ebből több van. Sőt, hogyha azt mondja, hogy sok hamis proféta jött ki a világba, akkor ezek szerint a hamis profétákhoz csatlakoznak ezek a lelkek, vagy a ruákok. Hiszen arról beszél, hogy ne higgyetek minden léleknek, próbáljátok meg a lelket, hiszen sok hamis proféta jött ki. A hamis proféta az egy hamis ruák, vagy egy szellem által van vezetve. Nem az emberrel van a probléma, hanem azzal a szellemiséggel, ami beszél belőle. Az ember úgy lett létrehozva, hogy a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem benne tudjon lakni, mint egy templom, hogy az Atya benne tudjon lakni itt a Földön. A probléma az, hogy másfajta lények, spirituális lények is benne tudnak élni, ezért ugyanúgy másfajta szellemek, idézőjelben, mint Ruach vagy Neuma, és vannak egyéb lények, mint a démonok, ők is az embert fel tudják használni. Szóval az ember valamilyen, nincs olyan, hogy üres, hogy benne semmi nincs, csak úgy van. Vagy az Atya lakik benne, vagy az ellenség csapatából valami. Ez az, amit mindenkinek meg kellene érteni. Ezért fontos az, hogy megértse mindenki, hogy is működik a másik oldal, hogyan is keletkezett. Persze most abban nem fogunk belemenni. A lényeg azonban az, hogy meg lehet ismerni Elohim lelkét. Ezt mondja. A Ruach HaKodesht, ami Elohimtől jön, azt meg lehet ismerni. Valamely szellem, vagy ruák, Jahusát testben megjelent másiáknak, vajja az Elohimtől van. Aki pedig nem, az pedig nincsen Elohimtől. Az ember önmagában tulajdonképpen nulla. A lélek, a test, az semmi. A szellem az, ami megeleveníti az embert. Vagy a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem, ami az Atyától jön, vagy az összes többi, ami a világban van. Hogyha járjuk a Tora szerinti életmódot, akkor elismerjük azt, hogy Jahusa testben megjelent, ő volt maga a szó, ő volt maga a másiák, akit ígért a Tanák. Így ismerjük el a tetteinkkel, a cselekedeteinkkel, és persze a hittel, de a kettő kéz a kézben jár. Így csak a Szent Szellem fog bennünk lakni, hiszen egy tiszta templomban az ellenséges erők nem szeretnek lenni. Ők azért jönnek, mert tisztátalan életmódot folytatunk. Olyan dolgokat eszünk.
olyan dolgokat nézünk, hallgatunk, úgy beszélünk, olyan emberekkel vagyunk, úgy viselkedünk. Akkor, ha tisztátalanok vagyunk, az atya lelke eltávozik, szelleme bocsánat, és ők megnyílik a tér, ők bejönnek, ők imádják azt, és serkentik az embert. Ezért van az, hogy egyre lejjebb és lejjebb csúszik az ember az idézőjelbe tett hamisság útján, a bűn útján, azon a bűn úton, amit az atya annak tart. Hiszen hagyja, hogy ezek az elemek beköltözzenek az életébe azért, mert úgy él. Köszönet az atyának, és pont Máté 12-es fejezethez jöttem volna amúgy is, de ha már itt vagyunk a 43-as verstől, nézzük meg, mert szó szerint ez az, amit leír, amiről az előbb beszéltünk. Mikor egy tisztátalan lélek, tisztátalan akathartos, ugyanaz a kifejezés, amit megvizsgáltunk az előbb, a lélek pedig ugye a pneuma, kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál. Ha valaki ismeri a biológiát, tudja, hogy az ember durván 60%-a víz. Tehát, hogyha ez a lélek kimegy az emberből, ott egy relatíve száraz helyet talál, amit nem szeret, és nincs nyugalma. A démonokról beszél, azokról, a lényekről, akiknek nincsen teste, csak különböző tisztátalan vágyai vannak. Nem feltétlenül csak szexuális értelemben, minden, ami tisztátalan. Ehhez kell egy test, amiben ő lakozik, és ami által megpróbálja kielégíteni ezt a vágyat. Sosem tudja kielégíteni, azonban folyamatosan csinálnia kell. Ezért van az, amint az előbb mondtam, hogy az ember egyre jobban és jobban belecsúszik a bűnbe. A függőség így alakul ki. Nem feltétlen csak dohányzás, ivás, vagy szexuális függőség, de ugyanúgy minden, ami az atya ellen való, pletykálkodás, az állandó reklamálás, panaszkodás, akkor mindenféle dolog, ami rögeszmésé válik az ember életében. A tisztátalan dolgoknak az elfogadása, kedvelése, az ünnepek, a pénzköltés, a pénzszerzés, mind-mind azért alakul ki. Az, amit mondanak, hogy kapzsi az ember, hogy mindent akar magának, ezek azok a lények, amik ezt előidézik. Az, hogy hogyan alakultak ki, az egy külön történet, de a lényeg az, hogy ez így működik. A száraz helyeket nem szereti, ezért jönne vissza az emberbe. Szóval kiűzi az ember a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem által, amikor az atyához fordul, és az atya segít neki először. Kiűzi. Azután, ezt mondja ez a tisztátalan lélek, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. Vissza fog térni, mert nem talál helyet. Oda menvén, üresen, kisöpörve, felékesítve találja azt. Ez a ház, ez oikos, épületház, lakóhely, vagy otthon. Ez az, amit keres, egy otthont, ahol lakhat, ahol ezt a dolgot művelheti, amit csinál. Szóval meglátja, hogy ez a ház megtisztult, azaz az emberben ott él az atya lelke, és az az, ami vezeti. Akkor elmegy, vesz maga mellé más 7 lelket, gonoszabbakat ő magánál, gonosz, poneroteros, gonoszabb, a panéros rossz állapotban levő, ócska, haszontalan, hibás, silány. Rossz, káros, gonosz, semmire kellő, hitvány. Gonosz dolog. Ha még jobban visszamegyünk, akkor látjuk, hogy ez a ponosz kifejezésből származik, ami baj, gyötrelem, kín vagy fájdalom. Érdekes az is, hogy az elsődleges jelentése az nehéz munka, erőfeszítés vagy vesződtség. Innen ered ez a gonosz kifejezés. Azaz azon dolgozik állandóan, arra fejti ki az erejét, azon van, hogy valamiféle tisztátalan dolgot cselekedjen. Ezért gonosz. Ez a nagy erőfeszítés az, ami állandóan neki csinálnia kell valamit ahhoz, hogy kielégítse ezt a vágyát, így értve gonosz. Szóval hoz 7 másikat, már 8-an vannak bemenvén, ott lakoznak. És ennek az embernek az utolsó állapota gonoszabb lesz, keiron a gonosz, vagy rosszabb, silányabb, hitványabb, károsabb, vagy súlyosabb. Az elsőnél így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. Azaz, hogyha egyszer rátér az ember az útra, kitisztítja magát, utána nem engedheti vissza, mert sokkal nehezebb lesz. Ezért mondják azt, hogy
hogy könnyebb visszaszokni a dohányzás, utána nehezebb másodjára leszokni, stb. Mert jobb, több ilyen gonosz hitvány lelket enged be, ami ezen mesterkedik, ezen dolgozik állandóan. De nézzük meg ezt a gonoszt még egyszer. Cheiron, amikor is azt mondja, hogy gonoszabb lesz a második állapota. Hitványabb lesz, károsabb lesz, vagy súlyosabb lesz. És a kakosz, rossz, gonosz, szüllött, gyalázatos, rossz, káros, ártalmas, értéktelen hitvány ezekből ezeket jelenti. Bajokat jelent, szerencsétlenségeket, viszontagságokat, sérelmeket. Azaz nem csak, hogy hitványabb lesz, vagy silányabb lesz ez a második állapot, de súlyosabb lesz, több problémával teli lesz, bajokkal lesz, sérülésekkel lesz teli, hiszen elhagyta az igaz utat, miután megismerte és visszaengedte ezeket a spirituális lényeket az életébe az ember. Láthatja mindenki, hogy veszélyes az, hogy ki az, akit beenged a csoportba, vagy az életébe az ember, hiszen lehet, hogy megtisztult, aztán elengedte ezt az összes gonosz szellemet, ezeket a hitvány dolgokat, és aztán ezek jönnek vissza az ő életébe. Nem feltétlenül úgy fognak jönni, hogy valaki rá akar gyújtani majd annyira, vagy akármi. Lehet, hogy egy másik ember formájában jönnek vissza. Próbálják újra befészkelni magukat oda, és egy másik ember által akarnak ide befészkelődni. Nem egy, hogy mondjam, szerintem sokan azt hiszik, hogy ezek ilyen csiga formában vannak, hogy egy ilyen primitív dolgok. Intelligens lények, csak más síkon élnek, mint mi. Spirituális síkon, amelyet mi nem tudunk érzékelni a legtöbb esetben. De ha összefognak, akkor képesek intelligens dolgokat kitalálni, és terveket szőni, és beférkőzni az ember életébe. Lehet, hogy ez videók formájában, képek formájában, üzenetek formájában, ki tudja, hogy mi az, amit ők mesterkednek, hogy hogyan jönnek be az ember életébe. Ugyanez a probléma akkor, amikor felemás igában vagyunk. Csak abban lakozik az atya szelleme, aki járni szeretné az utat. Minden más emberben ezek is benne vannak. És azzal megvan a veszélye, hogy visszaengedjük az életünkbe őket. De nézzük tovább. 46-os vers, mikor pedig még szól a sokaságnak, íme az ő anyja és az ő testvérei állanak odakin, akarván ő vele szólni. Szóval beszélni akar vele a család. És mondta neki valaki, íme a te anyád és testvéreid odakin állnak és szólni akarnak veled. Ő pedig felelvén mondta a hozzászólónak, kicsoda az én anyám, kik az én testvéreim. Egyértelmű a kérdés. Itt van a vérszerinti családod, beszélni akarnak veled, ő pedig így szól, kik az én anyám és kik az én valódi testvéreim. Meg is válaszolja ezt a kérdést, és így szól, kinyújtván kezét az ő tanítványaira mondta, íme az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az nekem, mi testvérem, nőtestvérem és anyám. Azaz a vér szerinti család nem számít. Nem arról van szó, hogy nem számít annyira, vagy hogy nem olyan fontos, arról van szó, hogy az, aki cselekszi a mennyei atya akaratát, az ő testvére, nővére és anyja. Példát mutatván nekünk, hogy az, aki cselekszi a mennyei atya akaratát, az lesz az új család, az lesz a másiák teste, az a test, akiben mindenki egybeform majd ő által, az ő útmutatása szerint. Ha érdekel valakit, hogy mi az atya akarata, Zsoltárok 49-es versben le van írva, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én hatalmasságom, a te törvényed keblem közepette van. Ez az atya akarata, hogy az ő törvénye a mi szívünkben legyen. És akkor fog a Ruach HaKodesh beleköltözni ebbe a templomba, és lakni a szívében. A templomnak a szíve a közepe, ami a lényege az embernek, így ott lesz a törvény, és ott lesz a Ruach HaKodesh, és a kettő együtt fogja adni a másiák testét, hiszen a szó és a Ruach, ami megérkezett rá, együtt járta a világot akkor, és így vagyunk mi is olyanok, mint ő. De nézzük tovább, hogy mi az, amit még ezzel kapcsolatban találunk.
ugyanez a példázat, még ha nem is biztos, hogy ugyanez a történet, zajlik le Márk, vagy Márkusz 3-as fejezet 32-es versben, elkezdve a 31-től így szól. És megérkezének az ő testvérei és az ő anyja, és kívül megállva beküldének hozzá, hivatván őt. Körülötte pedig sokaság ül vele, és mondának neki, íme a te anyád, és a te testvéreid ott kün keresnek téged. Ő pedig így felel, ki az én anyám, és kik az én testvérei? Aztán elnézve körös körül körülötte ülőken, mondta, íme az én anyám, és az én testvérei. Mert aki Elohim akaratát cselekszi, az az én mi testvérem és nőtestvérem, és az én anyám. Elengedhetetlen az, tehát, hogy tudjuk, hogy mi az atya akarata, és úgy is cselekedjük. Ebben az egy fél mondatban le van írva a képlet arra, hogy hogyan válhatunk az ő részévé, a másiák testének részévé. Meg kell tudnunk az atya akaratát, amit megtudtunk, a törvénye a szívünkben legyen, és azt kell cselekednünk. A hit plusz a cselekedetek, nem azt, amit kiválogatunk, nem azt, amit az evangélikusok, a keresztények, a protestánsok, a reformátusok, Jehova tanúi meg a többiek mondanak. Azt, amit az atya elmondott a tanákban, ami a Tora, proféták és a különböző írások, mint a Zsoltárok vagy a példabeszéd. Ez az, ahonnan megtudhatjuk az ő akaratát, és hogy hogy kell élnünk ahhoz, hogy az ő testvérei legyünk. Más kérdés, hogy így nyilvánvaló kell, hogy legyen mindenki számára, hogy ugyanezek az emberek a mi testvéreink. Úgyhogy nem mindenki a testvérünk, nem mindenkit kell elfogadnunk annak, befogadnunk, vagy állandóan járni utána, és próbálni meggyőzni, támogatni, segíteni. Azt, aki járni akarja az utat, és mindent megtesz, az, aki a mi testvérünk. A többi az csak mondja és mondogatja. Nem azt mondom, hogy az embereket elhagyjuk, azt mondom, hogy segíteni kell mindenkit, aki őszintén szeretné járni az utat, de mi nem tudjuk járni senki helyett, nem tudunk meggyőzni senkit, és fölöslegesen pazaroljuk az energiánkat, plusz az, hogy ott vagyunk vele, még átragad ránk az a fajta szemlélet, hiszen ezek a lelkek, a tisztátalan lelkek ott vannak, és átkerülhetnek ránk is, hogyha túl sokat vagyunk ott, hiszen a gondolkodásmódunkkal és a cselekedeteinkkel beengedjük őket az életünkbe. Lukács vagy Lukász 8-as fejezet 19-es verstől ugyanez a sztori egy kicsit másképp, mint mindig Lukács esetében. Jövének pedig hozzá az ő anyja és atya fiai, de nem tudtak hozzájutni a sokaság miatt. És tudtára adák neki, mondván, a te anyád és atyád fiai kinn állnak téged akarván látni. Tehát ismét csak arról van szó, hogy kint van a családja. Ő pedig felelvén mondta neki, az én anyám és az én atyám fiai ezek, aki Elohim beszédét hallgatják, és megcselekszik azt. Akkor láthatjuk, hogy párhuzamba tudjuk állítani, amit az előbb láttunk ezzel kapcsolatban, amikor azt mondta, hogy Elohim akaratát cselekszi, Elohim akarata és annak a cselekedetei, itt annak a hallgat, a beszéde az ő akarata, azt hallgatja, és azt cselekszi az ember. A hallgatás az akuo, hall, hallgat, meghallgat, valakire hallgat, vagy megért, vagy felfog. Aki ezt felfogja, megérti, hallgat rá, és utána poieo, teszi, cselekszi azt. Csinál, készít, létrehoz, elérni, amit szeretne, azaz része lenni a másiák gyülekezetének, az eklésziának, a kiválasztottaknak, az ő testének, és eljutni majd az ő királyságába. Ez az egyetlen út, és ez az, amit tennünk kell. Ezek azok az emberek, akik az ő testvérei, így ezek azok az emberek, akik a mi testvéreink. Tehát nem mindenki az, sőt úgy tűnik, hogy a kör leszűkült igen, igen kicsire. A legtöbben úgy gondolják, hogy Jézus eljött azért, hogy mindenkit most egy nyájba tereljen, és mindenki egy lesz, és mindenki csak
fogja mondogatni, hogy ő szeret mindenkit, és ennyi az egész történet lényege. Akkor viszont Máté 10-es fejezetben a 34-es verset valahogy meg kell magyarázniuk, mert az így szó. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre, nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem, hogy fegyvert. Azaz, egyáltalán nem arról van szó, hogy mostantól mindenki egy tábortűz körül fog énekelni, és egy nagy ökumenikus gyülekezet lesz. Pont az ellenkezőjéről van szó. A békesség az eréné, béke, békesség, háborítatlanság, jó kívánság, üdvözülés, jó állapot, épség, egészség, vagy valakinek, hogy léte felől, érdeklőd. Megnézzük ezt a kifejezést a Vine Ótestamentumban, akkor látjuk, hogy ez a shalom, azaz béke, vagy teljesség, egészség, jólét. Békesség az ószövetségi korban általános köszöntés, belső nyugalom, vagy szabadság mindenféle belső tehertől, nyugtalanságtól. Elohimmel a békesség az ővele Jehusá Hamásiák által való helyes kapcsolat útján jön létre. Ez ugye itt második királyok 9.8-at írja. Megpróbálom megkeresni. Ez második királyok Malachim Bet 9.18, és odalovagolt a lovas előjük, és mondta, azt kérde a király, békességes-e a dolog? Békességes, shalom. Teljesség, egészség. Az a kifejezés, melyet a másiák használ ott. Felele Jéhu, mi gondod van a békességgel? Shalom. Szóval ez a shalom nem az ő célja volt. Az ő célja ennek az ellenkezője volt a fegyver. Ez pedig machaira, késtör vagy kard. A machomai, háborúság, harcol, küzd, ellentmond, vitatkozik, veszekedik szóból. Mivel az a tanítás, amit ő hozott, és amiről itt mi beszélünk, az ezt fogja eredményezni. Vitatkozást, viszályt, vitát fog eredményezni a családban. És ez már is azok, akik próbálják járni az utat, tanúskodhatnak erről. Hogy gyakorlatilag senki nem támogatja őket, sőt, a legtöbben ezt ellenérzésekkel fogadják, még akkor is, ha ők maguk pogányként élnek, és nem is érdekli őket ez az út. Azonban ez vitát szül, veszekedést, háborúságot és vitatkozásokat, mivel azok a spirituális erők, amik a többi emberben élnek, akik még nem tisztultak meg, és egy részük soha nem is fog, azok lázadnak ez ellen, és arra használják fel azt a testet, hogy a mi utunkat meggátolja. A két spirituális erő harcol, és mi tulajdonképpen egyfajta idézőjelbetett avatárok vagyunk. Szóval nem a békéért jött, hanem akkor miért? Azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő apósa közt, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Azt gondolom, hogy elég egyértelmű az, amiről beszél. Mégpedig, hogy azok, akik legközelebb vannak az emberhez, ahogy elmondta az előbb, hogy kik az új családja, megmutatja azt, hogy mi a helyzet a régi családjával, azok, akiknek ez nem tetszik, akik nem ezt az utat járják, vagy ellenségesek ezzel, az mind a másik táborba tartozik. Meghasonlás fog támasztani az emberek között, nem csak az ismeretlenek között, hanem a családon belül is. Ketté oszt, elválaszt, szembeállít, ezt jelenti a dihadzó kifejezés, ami ugye itt úgy van fordítva, hogy meghasonlás. A családon belül lesz egy választó vonal. A diha szóból ered, melynek jelentése ketté vagy különbözőképp. Különböző gondolkodás mentén az emberek szét fognak válni a családon belül, és egymásnak ellenségei lesznek. Echtros. Gyűlöletes, ellenséges, ellenségeskedő, ellenfél, ellenség. Az echtó szóból, ami annyit tesz, hogy gyűlöl. Szóval ez tovább megy annál, mint hogy csak nem értünk egyet. Itt arról van szó, hogy érzelmileg
mindenki bele kell, hogy és mindenki bele fog ebbe keveredni, hiszen valaki ellenséges, ez valaki támogatni fog, azonban egy választó vonal mentén ketté fog osztani a tábor azokra, akik követni akarják ezt az utat igazán, és azoknak, akik mindent ki fognak találni annak érdekében, hogy úgy élhessenek, ahogy ők azt jónak látják. És ez a két tábor fog szembenállni egymással. Ez az ellenségeskedés pedig egy erősebb fokozata lesz annak, amit elképzelnek az emberek. És egyáltalán nem arról beszél, hogy mindenki a testvérünk, hogy mindenki része a gyülekezetnek, hogy mindenki ezt az utat járja. Mindenkit el kell fogadnunk, mindenkinek a véleményét el kell fogadnunk, vagy pedig ő csak még nem tart itt, vagy pedig a szívét vizsgálja, stb. Mindenkit szeretnünk kell, egyfajta szeretettel, de ez nem azt jelenti, hogy mindenkivel közösséget kell vállalnunk, sőt, érdemes megválogatni, hogy ki az, akivel az ember eltölt bármennyi időt is, ugyanis az ellenség soha nem alszik, és aki az utat szeretné járni, az az, akinek a hátán a céltábla van, a többieknek mindegy. Sőt, hogy még tovább menjen, azt mondja a 37-es versben, hogy aki inkább szereti az atyát, anyját, hogy nem engem, nem méltó hozzám, és aki inkább szereti a fiát, lányát, hogy nem engemet, az nem méltó hozzám. Egyetértvén azzal, amit a Malak, az angyal ír, illetve mond az Efézusbeli gyülekezetről, mégpedig azt, hogy de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg az előbbi cselekedeteket cseleked. Ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. Ő kell, hogy legyen az első, és rajta keresztül az atya. Az atya, aki az első helyen kell, hogy álljon az életünkben. Se a családunk, a testvéreink, a szüleink, a gyermekeink, senki más nem kerülhet előre. Hiszen ha azok nem ezt az utat választják, akkor el fognak terelni minket is. Ha viszont mi az atyát választjuk, engedjük azt, hogy ő ide válogassa azokat az embereeket, akiket méltónak talál, és akik ezt az utat akarják választani. Ez az első szeretet, az első protosz, legelső, legrégebbi, legkorábbi, kezdeti. Azaz inkább egyfajta időre utal, előtt, mielőbb, hely és időben. A legelső szeretet pedig agape, szeretet, szeretet vendégség. A szeretetből indul ki, ugye az a agapao, barátságosan fogad, szívesen lát, kedvel, többre tart, megelégszik valamivel. Ha megnézzük a görög héber összevetést, akkor azt látjuk, hogy az ahab vagy ahev szó a megfelelője, ami szó szerint ugyanezt jelenti az ahab, ahev, mint amit az agapao, azaz szeretetet. Úgyhogy az első helyen a legkorábbi, a legmélyebb helyen az atyának kell állnia. Úgyhogy nincs olyan, hogy nálam a gyerek az első, a gyerekeim, a szüleim, a testvéreim, az akármim az első. Teljesen mindegy, hogy mi mit gondolunk, mi az, amit mi akarunk erről gondolni. Vagy hogy ő úgyis megérti, vagy megmondta, hogy mi az, amit ő akar, mi az ő elvárás, és mi az, amit ő megért. Ő nem fog megváltozni azért, hogy mi elkezdjük a mi saját kis dolgainkat belevonni ebbe, hogy jaj, majd így, meg úgy, meg szeretem, de, meg megcsinálom, de, ezt eltörölte, az meg megtörölte, az nincs már. Ilyenek nincsenek nála. Ő leírta, hogy mi az, ami van. Újra és újra megerősíti azt azért, hogy mindenki megértse. Ő áll az első helyen, ő mint az atya. Ez a legfontosabb. Illetve hát ugye itt arról beszél, ugye az atya szaváról beszél, az atya lelkével, ami a másiák volt, tehát effektíve visszavezet az atyához. Ez kell, hogy az első helyen álljon mindenkinek az életében. Mindenféle de, meg és, meg ha nélkül. Érdekes az, hogy az anyját, atyát szereti itt a phileo kifejezést használja, ami kedvel szeret, jó indulattal van valaki felé, szívesen lát, valakiben kedvétleni szívesen tesz, filosz, baráttárs vagy bizalmas szóból ered, ugyanezt ismétli utána később is, és még azt megmutatnám mindenkinek,
Innen ered a kifejezés filo, úgy mint előtag, valaminek a kedvelője, ugye láthatjuk azt, hogy a filozófus a bölcsesség kedvelője, ugye filosofia, míg a filhellén az a görögök kedvelője, a filopator az pedig az atya kedvelője, filoszemita az ugye az ellentétben az antiszemitával a zsidó kedvelője, míg a Philadelphia neve testvér szeretőt jelent, a filharmonikus pedig a harmóniának, az összhangnak a kedvelőit. Azt akarja, hogy őt kedveljük, hogy ő legyen az, aki a szívünkben él. Ő legyen az első helyen, hiszen így tudunk eljutni az atyához. A test maga ezen keresztül tud kapcsolatot teremteni az atyával, hiszen az atya akkor elküldi majd a Ruach HaKodest, és ezzel fogunk kapcsolódni hozzá. Így lesz egy. Mindenki, akiben a Szent Szellem él, a Ruach él, az alkotja ezt a nagy családot. Aki nem így él, az nem méltó hozzá, és mi nem tudjuk az embereket meggyőzni erről, vagy átnevelni, vagy rávezetni az útra, csak aki érdeklődik, akit az atya vonz magához, azaz, akinek segíteni tudunk. A legtöbb ember nem fog ebbe részt venni hosszú távon. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!